TV tévénézők, megint szerda van, és pedig Pádoai Szent Antal ünnepe, mert hogy június 13. A mai evangélium Lukács 10.1.9 így szól. Az apostolok kiválasztása után Jézus kiválasztott más 72 tanítványt is, és elküldte őket kettesével maga előtt minden városba és helységbe, ahová menni szándékozott. Így szólt hozzájuk, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Kérjétek hát az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Menjetek, úgy küldelek titeket, mint bárányokat a farkasok közé. Ne vigyetek magatokkal se erszényt, se tarisznyát, se sarút az úton senkit se köszöngessetek. Ha betértek egy házba, először is ezt mondjátok, békesség e háznak. Ha a békesség fia lakik ott, rászáll a ti békességtek. Ha nem, visszaszáll Maradjatok ugyanabban a házban, és azt egyétek és igyátok, amiük van. Mert méltó a munkás a maga bérére. Ne járjatok házról házra. Ha egy városba érkeztek, és szívesen látnak titeket, egyétek, amit elétek adnak, gyógyítsátok meg ott a betegeket, és hirdessétek, elérkezett hozzátok az Isten országa. Emlékeznek még a kedves tévénézők a régi szlogenre, hogy nincs karácsony korvén nélkül. Erről jut eszembe, nincs katolikus templom Szent Antal szobor nélkül. A legnépszerűbb szent lett az egész világon. A 12.-13. század fordulóján élt tulajdonképpen Lisszaboni, de mivel élete igazán gyümölcsözővé Padovában, Páduában lett, mégis így mondjuk Páduai Szent Antal. Egy héttel ezelőtt éppen említettem keresztlányomat, No, amikor már nagyobb volt, egyszer sikerült ketten, kettesben kijutnunk egy csoportban, Egyiptomba és Kajróban jártuk a szabad program idején az utcákat, nézegettük a templomokat, és igazság szerint kerestünk egy katolikus templomot. De hát találtunk ott Mohamedán templomot, találtunk ortodoxot, találtunk mindenfélét, amíg egyszer csak be nem megyünk egy templomba, körülnézünk, vajon milyen templomra emlékeztet ez, és ott látjuk mindjárt a templom bevezetésénél előterében Pádovai Szent Antal szobrát. Na mondom, Edina, otthon vagyunk. Ez biztos, hogy egy római katolikus templom. Szóval nincs templom Antal nélkül, de, de vajon miért? Miért lett ő ennyire népszerű? Különböző válaszokat lehetne adni rá, megpróbálok néhányat egy csokorba tenni. Az egyik, kedves jó testvérek, egy rendes ember mindig nagyon tisztelte és tiszteli a szerzeteseket. Márpedig ő, Assisi Szent Ferenc idézőbe téve fia volt, vagyis szerzetes. A tisztaság, engedelmesség, fogadalmát letéve szegénységben élő ember. És ez még azoknak is szimpatikus, meg még azok is tiszteletre méltó dolognak tartják, aki se tisztaságban, se engedelmességben, se szegénységben nem élnek. Valahogy az ember föl tud nézni arra, aki bár itt jár még a földön, de már egy kicsit, mintha csak lebegne, mintha már valamiféle mennyország előszobájában lenne, és azt az életet prezentálja nekünk. Az első okunk, tehát, hogy szeretgetjük ezt a mai ünnepet, Szent antalt, hogy szerzetes volt. Teljesen oda akart adni az életét, még arról is álmodozott, hogy ő vértanú hal, elmegy Marokkóba, ahol biztos, hogy a Mohamedán vallásúak kivégzik őt. Hát nem így hozta a sors. De benne volt az ő elképzelésében ennek a lehetősége is. A másik nagyon fontos dolog, hogy nagyra értékeljük azokat a lelki pásztorokat. A legkisebb káplántól kezdve a szentatyáig, a mindenkori pápáig, akik tudnak hozzánk szólni. Tehát aki, így mondhatom, tud prédikálni. Most itt az előbb hallottuk az evangéliumban, ahogy azt Lukács elén tárta, hogy 72 tanítványt is küld maga előtt Jézus, és azoktól mit kér, hogyan viselkedjenek. És bizony ez nem egy könnyű dolog Jézus előtt járni, mielőtt Jézust befogadja egy család, már valamilyen módon bemutatni annak a családnak a názáreti Jézust. És ebben nagyon fontos szerepe lehet és kell is, hogy legyen az élő szónak, amely oda helyeztetik az illető személy mellé. Látok valakit, aki azon az úton jár, amely útról beszél, ékes szóval, fáradtságot nem kimélve, szent lelkes átitatottsággal, és így éri el igazi értelmét az ő misszionálása, az ő küldetése. Szent Antal ilyen volt. És ha már, ha már senki nem hallgatott rá, ő még akkor is beszélt, és ahogy éppen ezért szokták ábrázolni, még a halak is kidugták a fejüket a tenger vizéből, hogy hallják őt. Ne felejts el imádkozni a papokért, hogy tudjanak igazi ige hirdetők lenni életükkel elsősorban, lásd szerzeteseket, de az élő szó erejével is. És végül még egy harmadik dolog, amiért legalábbis én nagyon szeretem akár csak a, a szememet legeltetni egy Szent Anta szobron. Mert ugye mi lett az ő attribútuma? az ő képzőművészetben kialakult jele. Az, hogy a kezében fogja, majd hogy nem dajkálja a kis Jézust. Ugye 1200 évvel a kis Jézus után élt Antal, ez tehát egy anakronisztikus dolog. Időben nem stimmel, ő soha nem dajkálhatta Jézust gyermekként. Mégis így ábrázolják. Az egyik feltételezése ennek az attribútum kialakulásnak, hogy úgy tudod beszélni a kis Jézusról, Jézus születéséről, Betlehem csodájáról, hogy a hallgatók szinte látták karjaiban a kis Jézust. Tehát ez a harmadik lépcsőfok. Megjeleníteni a názareti Jézus szeretetét például, áldozatot hozni érte, tonzúrás szerzetesé lenni, és szegénységben stb. élni. Aztán beszélni, igét hirdetni. De a harmadik, hogy Jézust adni, úgy, hogy szinte valóban Jézust is lássák, vagy az illető személyben, vagy ahogy Pádovai Szent Antal esetében ez történt, a karjaiban. Karácsonykor néha az embert el is ragadja a hív, mármint talán általánosságban mondhatom minket, papokat, mert nem lehet megunni a betlehemi éjszaka csodájáról való beszédet. Át kell élnünk. Amikor a Martfői templomunk még nem volt egészen kész, az első karácsonyi éjféli misén 300 mécsessel világítottuk ki a teret, és tető még nem volt fölöttünk. Csak az oldal falak, a sötétség várta az odaérkezőket, marthűjeket és távolabbról jövőket, akik örültek annak, hogy épül a templom, és mindenki azt mondta, és mondja még ma is, amikor már csodálatosan ki tudjuk világítani a templomot, nem csak gyertyát gyújtva benne, hanem halogén iszókat, és ki tudja mi mindent, amikor, ha fölebeljük a tekintetünket, ott egy fantasztikus ácsmunka ragyog fölöttünk, hogy az az éjszaka, az az éjféli mise volt, valami zseniális mert szinte abban a barlang istálóban éreztük magunkat. Valami ilyet tudott varázsolni hallgatói, hívei számára a mai ünnepelt Pádovai Szent Antal. Imádkozzunk a papokért, hogy sikerüljön karácsonykor karácsonyi, húsvétkor húsvéti, pünköstkor pünkösdi hangulatot teremteni templomainkban, mert ha már nem élhettünk akkor és ott, ahol ezek az események lejátszódtak, hát valami csoda módon hozzuk be templomaink falai közé azokat az eseményeket, és nem utolsó sorban magát Jézust. Köszönöm a figyelmet.